Az Egészségügyi és Szociális Bizottság napirendi pontjai között több beszámoló és tájékoztató is elhangzott. Elsőként a Város Önkormányzat Rendelőintézetének 2008. évi működéséről és a jövőbeni ellátásokról esett szó. Sárospatak lakossága esetlegesen értesült arról, hogy a labort be akarja zárni a rendelőintézet. Erről szó sincs a rendelőintézetnél, hanem itt arról van szó, hogy belső átszervezésekre esetleg szükség lehet a laborral kapcsolatban. Ebből a betegek semmit nem fognak érezni, tehát ugyanúgy fog működni a vérvétel, a vizeletvizsgálat és bármilyen más olyan feladat, amit a labornak kell elvégeznie. A belső átszervezés esetleg annyiban fog módosulni, de ez még nem kiforrott dolog, csak gondolkodás, hogy nem Sárospatakon fogják esetleg elvégezni a vizsgálatokat, hanem más városban, és online fogjuk az eredményeket megkapni, de mint mondom, ebből a betegek semmit nem fognak érezni. A családsegítő és pedagógiai szakszolgálat a hajléktalanok téli elhelyezéséről számolt be, tájékoztatott minket az elnök. Októberi hónaptól követően egész tavaszig kell Sárospadaknak gondoskodni ezekről az emberekről. Meg fogjuk találni azokat a lehetőségeket, hogy ne kelljen más városnak befogadni Sárospatak hajléktalanait. Tárgyalásokat folytatunk és melegedő szállóra kaptunk ígéretet a református egyházközösségtől, és itt a családsegítő és pedagógus szakszolgálat fogja vállalni annak a felelősségét, hogy itt ebben a melegedőben minden szakszerűen és zökkenőmentesen folyjon. Továbbá beszámoló hangzott el a fogyatékkal élő nappali otthonos intézmény létrehozásáról is. Sajnos a bürokrácia annyira megnehezítette az életünket, hogy említettük azt korábbi hónapokban, hogy szeptembertől szeretnénk elindítani a fogyatékkal élők nappali otthonos intézményét. Az időskorúak gondozóházának a megszüntetése megvolt, kiürítése is megtörtént, akadálymentesítése folyik most egyenlőre ennek az épületnek, de még mindig várunk olyan papírokra és engedélyekre, amik ezután fognak megérkezni, de reméljük, hogy minél hamarabb el fogjuk tudni indítani ezt az intézményt. A bizottság elnöke arról is tájékoztatott minket, hogy a fogorvosi hétvégi ügyelet is megoldódott. Ezt dr. Stoll László látja el. Továbbá fogszabályozási és szájsebészeti ellátás is működik mostantól már Sárospatakon.